Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek a kártyák. Elhoztam nektek a mai nap az aranyszkát kártyáimat. Koncentráljatok és nézzünk bele, mi vár rátok, mit kell, hogy tudjatok a lélektársal kapcsolatban ezen a napon. Mik az üzenetek? Hát szerintem úgy van, hogy minden lenyugodik, úgy látom, hogy stabilabb lesz minden, és itt a siker, ilyen hirtelen bejön a siker, az azt jelenti, hogy hát közel érzi magát hozzád, és valamint úgy látom, hogy hát itt a szomorúság, itt van még, mégis nála az érzéseknek kell, hogy meggyógyuljanak, valamint a határozatlanság játszik egy szerepet a szívhercegednél, igen, és itt a siker, úgy gondolom, ez játszik egy szerepet, és itt az új kezdet, a megérkezés, itt van tényleg ez a nagy szerelem, itt van közöttetek. A vonzó energia, kitartás, és ez úgy van, hogy sorsdöntő dolog, úgy gondolom, és valamit át kell, hogy szervezzél, te is, de úgy gondolom tényleg, hogy át kell, hogy szervezed, de azt úgy, hogy átszervezed, igen, hogyha te értékesnek érzed magad, akkor értékesen fog veled bánni ez a te szívherceged, és most rakjuk ki persze a kártyákat, hogy mit is üzennek te neked. No, nézzünk bele, mit kell, hogy tudjatok. Négyszer a nyolcat rakom ki nektek, jó? Négyszer a nyolcat kirakjuk, igen. Igen, hogyha csodálkoztuk rajta, hogy mi van ezzel a kártyával, nagyon sokat raktam vele ki, és azért ilyenek. Szóval hát én azt látom, hogy te a szomorúságban nézel. Az játszhat itt egy szerepet, hogy a szomorúságban nézel, és az azt jelenti, hogy a tudatalattiban szeretnél egy komoly kapcsolatot, de az el fog tartani. És én úgy gondolom, hogy itt játszik még egy szerepet, a blokk. A blokk az azt jelenti tényleg, hogy hát még nem foglalt, nem, még te se fogadtad be itten ezt, hogy hozzáállsz, vagy döntéshozol. Hiába mondod, hogy nem. Te is visszahúzódtál, szerintem visszahúzódtál te is attól, hogy hogy alakul az új kezdettől, úgy gondolom. És én azt gondolom, hogy itt van tényleg, itt van ez a szívherceg, elég szomorú, de úgy látom, hogy szerencsés lesz ez, hogyha tele van ő önbizalommal, fog az már le egy lendületet hozni, én úgy gondolom, és hogy ő nem nagyon tud ő nélküled most már meglenni. Úgy látom, hogy lehet, hogy ez a nőnap is felkavarta őtet, itt ez a lélektárs kapcsolat, és itt van ez, hogy tényleg itt van még ez a, az a nagy siker, és úgy kötődtök ti nagyon is egymáshoz, úgy gondolom, hogy nem tud ő nélküled már lenni, de a határozatlanság az veled kapcsolatos, mert te se döntötted még el, hogy kiállsz ez a kapcsolat mellett, és azért mindig lenyomja persze az érzéseket. Ha úgy gondolod, hogy de eldöntötted, nem döntötted el, mert hogyha eldöntötted volna, akkor már ott lenne nálad, én úgy gondolom, hogy az is játszik egy szerepet, a közeltség is játszik egy szerepet, úgy gondolom, és azt is úgy gondolom, hogy itt a szerelem, valamint úgy látom tényleg, hogy
beszélni fog ő erről. Maga biztos lesz, de olyan hidegként fogod látni, hogyha jön irányítatba, mert megpróbálja úgy ellenőrizni úgy az érzéseit, hogy mit is mond, hogy nehogy elszaladjon veled a ló úgy, majd akkor mondja neked, hogy akarna ő igen veled komoly kapcsolatot, de olyan kicsit olyan távolságtartóan. Szóval, hogy ő próbálja az ellenőrizni az érzéseit, hogy ne valami függőségbe menjen veled bele. Igen. Nálad az a lényeg, hogy a spiritualitáson azzal dolgoz, hogy fejlődj, szerintem az is játszik egy szerepet, hogy fejlődj. Az nagyon jó, hogy te fejlődj valójában, és ez a nyeremény játék, akkor osszátok meg ezt a videót, írjátok be, hogy hashtag dupla kereszt lélektárs, hashtag dupla kereszt ikerlánk, és megosszátok a videót, feliratkoztok a csatornára, és részt vesztek a 15 perces nyeremény játékba. Ennek nagyon örülök nektek. De én úgy látom, hogy te neked is a stabilitáson kell, hogy dolgozzál, hogy te önmagaddal jó legyél. Hogy te önmagaddal legyél jó, és úgy látom, hogy ez is egy ilyen sorsdöntő dolog, hogy teljesen olyan erősnek kell, hogy érezzed magadat, meg olyan kitartónak, hogy egyensúlyban legyél. És amikor azt elérted, teljesen az egyensúlyt, akkor fognak a dolgok szerintem alakulni. Én úgy gondolom, hogy az játszik egy nagyon nagy szerepet. Igen? És szóval arról van tényleg a szó, hogy igen, ezt létre lehet hozni, és de azt látom, szóval nálad valójában itt a kommunikáció, nem, őnál a kommunikáció, stabilitás, a komoly kapcsolat, valamint azt látom, hogy itt van még a kommunikáció, hirtelen változás, a vonzalom, na az, hogy ilyen magára hagyva érzi lehet magát. Nálad az jött be, hogy az érzéseid gyógyulnak, hogy dolgozni kell ezen a sérelmeken. Itt a nagy szerelem. Úgy gondolom, hogy itt ez a nagy szerelem közöttetek. Az biztos vagyok, hogy játszik egy szerepet. Igen? És hát ő nem tud többé nélkül. Hát húzunk még egy üzenetet, ilyen külön üzenetet, hogy mit is érez ez az ember iránt. Tehát nézzük meg, hogy mit érez. Elhoztam ide ezeket a szép szívecske kártyákat, koncentráljatok. Na, most mondjak erre még valamit. Szeret. Hogyha szerelem a felelet, akkor miért kérdezel? Hát, kövesd a szíved hangját, hogyha ebből a világból mész, akkor nem tudsz semmit elvinni, csak a lelkedet. Remélem ez tetszett, ha tetszett, akkor lajkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok, sziasztok, sziasztok!